Az Úr legyen veletek! És a Evangélium Szent Lukács könyvéből. A pásztorok sietve elindultak, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő kisdedet. Miután látták, elbeszélték mindazt, amit már korábban megtudtak a gyermekről. Aki csak hallotta, csodálkozott a pásztorok elbeszélésén. Mária pedig szívébe véste szavaikat, és gyakran elgondolkodott rajtuk. A pásztorok ezután hazatértek. Dicsérték és magasztalták Istent mindazért, amit láttak és hallottak, pontosan úgy, amint az angyalok előre megmondták nekik. Azután eltelt 8 nap, és körülmetélték a gyermeket. A Jézus nevet adták neki, mert így nevezte őt az angyal, mielőtt még anyja méhében megfogant volna. Ezek az evangélium igény. A pásztorok elbeszélték. Hírvivők voltak a pásztorok. Mindent úgy találtak, ahogyan mondták nekik. Máriát, a kisdedet, Jézust megtapasztalták. És ez a megtapasztalás, ez élmény volt számukra, és erről örömmel adtak hírt. Eltűnődöm azon, hogy minek van manapság hírértéke. Hírértéke van annak, nem tudom miért, hogy valahol Ausztráliában lezuhant egy kis repülő. Hírértéke van annak, hogy valamelyik híresség hol töltötte a szilvesztert. Hírértéke van annak, van, kérdem, hogy ki kivel szakított. Hírértéke van annak, hogy kinek ki most az új párja. De arról nem olvastam egyetlen egy sort sem, hogy ma is fölkelt a nap. Ez a világ tele van furcsa bizonytalanságokkal, amelyekről beszélünk. Ugyanakkor jelen van ebben a világban egy olyan állandóság, amit természetesnek veszünk, észre se vesszük már, pedig ez az állandóság kellene, hogy meghatározza az életünket. Tegnap este beszéltem arról, hogy milyen csodálatos volt a polgári év utolsó naplementéje az ablakomból. Ma reggel döbbenetesen szép volt a Balaton túlsó oldalán az új polgári év első napfölkeltéje. Tulajdonképpen nincsen benne semmi, de mégis ott van a valóság. Az a valóság, aminek mindannyian részesei vagyunk.
Mindannyian szeretnénk valahogyan egységben lenni, szeretnénk valahogyan békességben lenni, de valamiért nem találjuk. Azért, mert a mindig változót keresjük, és nem figyelünk oda arra, ami állandó. Az éjszaka volt egy nagy örömöm. Olyan hangfekvésben játszotta a televízió a himnuszt, és énekelték, amely mindenki számára énekelhető volt. Hányszor beszéltem én erről, hogy volna az évnek egy napja, amikor mindenki, függetlenül attól, hogy hová tartozik, képes volna elénekelni a himnuszt, hogyha nem olyan hangfekvésben játszanák, közvetítenék, amely lehetetlenné teszi az egységet. Most ezt megtapasztalhattam. És jó volt hallani a köztársasági elnök úr újévi köszöntőjének végén Szent Ferencnek az imájából a részletet. Szeretet legyen ott, ahol nagy gyűlölet van, megbocsátás, ahol bűn, egyetértés széthúzás helyett, legyen igazság, ahol tévedés van, és öröm ott, ahol ma szenvedés, sötétség helyett hit legyen. Igen, mennyire fontos volna, tégy engem, Uram, a te békességed eszközévé. A békének a forrása nem lehet más, mint az a názáreti Jézus, akiben nem győzöm elégszer ismételni. Isten jósága és ember szeretete. Isten szolidaritása, velünk való közösség vállalása jelent meg, felszólítva bennünket az egység teremtésére, felszólítva bennünket a békére. És akkor eszembe jutnak Babicsnak a sorai, hogy elég, elég, elég volt, legyen vége már, legyen béke már. Aki alszik, aludjon, aki él az éjjel, a szegény nép reméljen, a szegény hős pihenjen, szegény nép reméljen, szóljanak a harangok, zengjen, alleluja, mire jő új március, viruljunk ki újra, egyik rész a munkára, másik temetésre. Adjon Isten bort, búzát, bort a feledésre. Ó, béke, béke, legyen béke már, legyen vége már. Babicsnak ezekből a soraiból kiérezzük az újévi köszöntést is, a bort, búzát, békességet. Áldjon meg és őrizze meg téged az Úr, ragyogtassa rád arcát, és szerezzen neked békességet. Időre van szükség ahhoz, hogy átalakuljunk. Mindenkinek megvan a maga érési ideje. Hadd idézek ismét, most Petőfitől. A szőlőszem egy kicsi gyümölcs, egy nyár kell hozzá mégis, hogy megérjék. A föld is egy gyümölcs, egy nagy gyümölcs, s a kis szőlőszemnek egy nyár kell, hány nem kell a nagy gyümölcsnek, amíg megérik, ez belé kerül évezredek, vagy tán évmilliomokba. De bizonyára meg fog érni egykor, és azután az emberek belőle
világ végéig lakomázni fognak. 2000 évvel ezelőtt felragyogott számunkra az üdvösség napja. Azért, hogy megérjünk a világosság, a sötétségben világít, de a sötétség nem fogadta be. Be kell fogadnunk. És akkor hadd idézzem Ferenc pápa béke üzenetét, ami sokak számára nem biztos, hogy szimpatikus, de engedessék meg, a Római Katolikus Egyház első számú vezetőjének, hogy az evangélium szellemében beszéljen. És a következőt mondja, nem mást. Irgalmas lélekkel fogadjuk be mindazokat, akik a háborúk vagy az éhség elől menekülnek. Nem mindenkit. Azokat, akik a háború vagy éhség elől menekülnek. Vagy azért kényszerülnek elhagyni otthonaikat, mert ott megkülönböztetés, üldöztetés, szegénység és környezeti pusztítás az osztályrészük. Nem arról beszél, hogy boldog-boldog talant tessék befogadni, de azokat, akik békétlenség miatt, üldöztetés miatt földön futóvá válnak, testvérként kell tekintenünk. Testvérként, ahogyan testvérünké lett a názáreti Jézusban a megváltó, aki földön futó volt, aki kényszerszálláson született, akit nem fogadtak be az emberek, de azért jött, hogy életünk legyen. És akkor hadd folytatom az idézetek sorát, most Gorkitól, az éjjeli menedékhelyből, Szatyin monológiának egy részlete. Nagyapó, miért élnek az emberek? Hát a jobbért élnek az emberek, kedves fiam. Mondjuk itt vannak az asztalosok, és valamennyien szedett-vedett népség, és egyszerre születik közülük egy asztalos, olyan asztalos, akihez hasonlót még nem látott a világ, mindannyit fölülmúlja, és az asztalosok közt nincs hozzá hasonló. Az egész asztalos mesterségre rányomja a maga képét, és az asztalosok ügye 20 esztendővel megy egyszerre előre, így a többiek is. Mindegyik azt hiszi, hogy magának él, és kiderül, hogy a jobbért él 100 évre, sőt lehet még továbbra is a jobbért élnek az emberek. A jobbért élünk? Vagy pedig a saját kényelmünkért élünk? Rádöbbenünk-e arra, hogy akkor lesz az ember gazdag, hogyha miként a gyertya képes arra, hogy világítson és égjen. Világítani önmagában kevés, égni önmagában kevés, világítani és égni. Szent Bernát bíztat így. Hogyan tudunk valóban égni és világítani? Úgyhogy merünk adni magunkból, hogy nem tartjuk meg magunkat önmagunknak, hanem úgy,
hogy akikkel találkozunk, megpróbáljuk felfedezni bennük annak a Jézusnak a vonásait, aki emberként jelent meg közöttünk. Minek van hírértéke? Van-e hírértéke annak, hogy ma is fölkelt a nap? Kellene, hogy legyen. Kellene, hogy rádöbbenjünk arra, hogy ebben a nagyon is változó, nagyon is furcsa, nagyon is szélfutta világban van állandóság. Jelen van az Isten. Számunkra jelent meg. Veletek vagyok, értetek vagyok. Egy régi szép énekünk mondja, Krisztus, ki vagy nap és világ, minket sötétségben ne hagyj. Megkezdtünk egy új polgári évet. Ez tulajdonképpen nem jelent mást, mint szereztünk egy új naptárt, vagy ajándékba kaptunk. Érdemes a tavalyi naptárra rátekinteni, és érdemes az asztalunkon lévő új naptárba is belelapozni, mert az idő múlik, de Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. És hadd ismétlem, ő a kezdet és a vég, az alfa és az omega. Övé az idő és az örökké valóság. Benne élünk ebben a változó világban, amelyben bárcsak fölismernénk a mindannyiunk számára felragyogó napot, vigasságos, hangos, nagy örömünk támadt. Megszületett Jézus e beteg világnak. Ennek a békétlen, ennek a széteső világnak életéért. Azért jött, hogy életünk legyen, és ez az élet békében, teljességben legyen. Azért jött, hogy békességet hagyjon ránk, az ő békéjét. Nem úgy, ahogyan a világ próbálja adni a békét. Hívők vagyunk-e valóban? Tudunk-e leborulni a végtelen Isten előtt? Meg tudjuk-e érezni, hogy velünk az Isten? A békességet mindig kívülről várjuk, majd valaki rendet tesz. Fordítva kell, a békesség bennem kell, hogy megkezdődjék. Nekem kell saját magamban elrendezni az ügyeimet. Mert ki tudja, hogy hány naptárat fogok még kapni. Most kaptam. És minden nap új lehetőség. Minden nap új kegyelem. Áldjon meg, és őrizzen meg az Úr. Ragyogtassa ránk arcát, és ő szerezzen nekünk soha el nem múló teljes békességet.
Amen.